A Tech2.hu-t nézitek, és az IFA 2014-ről jelentkezünk az Arcos 70B Xenon 3G tablettel, ami egy IPS kijelzős, olcsó tablet. Az előlap abszolút átlagos, viszonylag keskeny keretünk van, lekerekített sarkokkal. Alul van egy pici mikrofonunk az Arcos logó alatt, felül a 7-szoros kijelző felé került egy előlapi kamera és egy hangszóró. Átlagos vastagságú műanyag készülékházunk van, aminek jobb oldalára került egy reset gomb, egy bekapcsoló gomb és egy hangerőszabályzó, felül van jack csatlakozó, valami mikro USB, hátul pedig egy műanyag fényes hátlapot kapunk, ami annyira nem néz ki jól. Egy hangszórónk van, valamint egy kameránk felül, amit nem tudom még, hogy hány megapixeles, de mindjárt megnézzük. Ezen kívül van egy kis levehető panelünk, ami alá, hogyha belesünk, akkor látható az, hogy kettő darab SIM kártya slot is van, tehát dual SIM képes a készülék, valamint van egy microSD kártya slot, amivel kiegészíthető még a beépített háttértár, amely 4 GB egyébként. A készülék két magos 1,3 GHz-es processzort kapott ezen kívül. A kijelző annyira nem vészes, egészen jól néz ki, még a fényereje sem tűnik annyira rossznak. Ha megnézzük a screenshotot, akkor mindjárt kiderül, hogy milyen felbontása van. Szerintem mindösszesen csak 1024x600 pixel, de ezt mindjárt kiderítjük. Így is van, itt ki is írja, hogy annyi lesz, tehát semmi extráról nem beszélhetünk. Nézzük meg a kamera appot is még. Hát a hátlapi kameránk az talán 1 vagy 2 megapixeles, és már így látszik, hogy rendkívül rossz. Ha még az előlapi kamerát is nézzük, rendkívül kicsi a betekintési szöge, és egészen rossz is. Tehát sajnos fotózni egyáltalán nem lehet használni majd ezt a készüléket. Van viszont tárcsázó appunk, ami elég lassan indult el, és elég érdekes rózsaszín színe is van. Összességében akár telefonálni is lehet vele archoz illesztve a telefont, vagy Bluetooth headseten keresztül. Egészen sok alkalmazást kapunk, van FM rádiónk és Arcos appok, illetve Google Play is többek között, sőt van beépített GPS is. Ha megnézzük, 4.2.2 rendszert kapunk, ami egyáltalán nem mondható jónak, rendkívül régi inkább. Ez volt tehát az Arcos 70 Xenon B 3G tablet. Kövessetek minket továbbra is itt a tech2.hu oldalon. Sziasztok!